Köszöntöm a kedves televízió nézőket, hát újra itt vagyunk, és hát én nagyon örülök is, hogy a mai napon is találkoztunk, mint mindig, mert úgy gondolom, hogy akik ma betelefonálnak, azok nagyon-nagyon nagy előszeretettel fognak jó sokan telefonálni, és hát nagyon sok érdekes dologra utaló dolgokat hoztam, kérdéseket fognak feltenni. A telefonálók, én pedig úgy gondolom, hogy szolgálni fogok egy-két olyan információval, ami azért felkelti az érdeklődésüket. És mint mindig, még egy kicsit talán a mai műsort idézve a mérlegeknél maradnánk, ugyanis én úgy gondoltam, hogy ez még egy kicsit talán akad, vagyis utal arra, hogy ezt még érdemes lenne megbeszélnünk, hogy a vénuszi születésűek, tehát aki bika vagy mérlegjegyűek, ugye mind a két jegynél az uralkodó bolygó hol negatív, hol pozitív aspektusban, hát vénuszi, de jó lenne egy kicsit belegondolni, hogy hogyan viszonyulnak, miért is emlegetik a vénuszi embereket a szépség, a báj, ugyanakkor a kellemek, kellemes dolgoknak az uralkodóivá, vagy éppenséggel, hogy miért, mik is azok a témák, amelyek azt mutatják, vagyis milyen dolgok vannak azzal kapcsolatban, hogy az esztétika és a báj, a kellem, a jó ízlés, és még sorolhatnám mennyi minden, ami birtokosaivá teszi őket, ez a gyönyörűséges, nem egy kellemes bolygó. De ugyanakkor azért hozzátenném, hogy az emberi kapcsolatokban is, tehát akinek vénuszi megjelenése van, rettentő fontos. Képzeljék el, hogy azért egy bevett tapasztalat, és szerintem mindenki ezzel tisztában van, aki egy kicsit jártas a témában, hogy akinek a születési képletében vagy bikajegyű, vagy mérlegjegyű, tehát a Vénusz uralkodik, annak valamilyen szinten nagyon jó ízlése van. És akaratlanul is nagyon jól tudja elrendezni a lakásában a dolgokat, a bútorokat, a hozzávalókat, tehát abszolút nagyon jó ízléssel tud kufárkodni. A másik pedig, hogy azért éppenséggel nagyon sok olyan szakma van, ami hozzátartozik az esztétikához. Hát gondoljanak bele. És azért hozzávéve egy kicsit talán azt is, hogy a fogtechnikusokat is hozzá szoktuk számolni, mert pontosan ezek a szakmák, amelyek az esztétikához tartoznak, tehát egy fodrász, egy fogtechnikus, egy lakberendező, kirakatrendező, sorolhatnám még mennyi minden, aki ilyen tulajdonságokkal bír, és aki ilyen hatalmas ízlésnek a birtokában van, és ha megvizsgáljuk, mikor született, hát azért mindig rájövünk, hogy ez a Vénusz olyan helyen áll, ami mutatja, hogy vagy uralkodó bolygója, vagy pedig a tízes háznak az uralkodásában áll, tehát lényegében mindig ott az a Vénusz, ahol mutatódik, megmutatkozik, hogy hát igen, azért nem véletlenül talált olyan szakmára, ösztönösen is akár, ahol megmutatkozik ennek a bolygónak a vibrációja. Gyönyörű. Na most az az érdekessége még ennek a bolygónak, hogy általában a mérlegek és a bikáknál előfordul, hogy nagyon fontos számukra nem csak a megjelenés, és nem csak az esztétika, hanem a másik emberhez való hozzáállás. Tehát kerülik a konfliktusokat. Mindig megpróbálják az egyensúlyt megteremteni, ha tudják. És hát az a helyzet, hogy azért egy bikát kihozni a sodrából, hát eléggé nehéz, de aztán az is attól függ, hogy egyéni, hogy mikor született. Na, ha visszakanyarodunk a számmisztikához, miután az az asztrológiának az egyik főszereplője, vagyis hát egyik nincs a másik nélkül, akkor bárki, aki 15-én, 24-én született, 6-án született,
az ugye tulajdonában van a Vénusznak a behatásával, és egy sor olyan dolognak a momentumát tudja saját magán birtokolni, hogy a párkapcsolati problémákban nagyon könnyen ismerkedik. Értik? Tehát sokkal könnyebben tud megismerkedni például az a szülött, aki bármilyen jegyben született, most ezt még egyszer elismétlem, tehát bármilyen jegyben született, de vagy 6-a, vagy 15-e, vagy 24-i születésnappal bír. Na most itt már azért a Vénusz is szintén mindig jelen van. És éppen ezért nagyon fontos, hogy összefüggnek a dolgok, mert tehát nem csak azt szoktuk bevizsgálni, és nem csak azt nézzük, hogy egy bolygóról van szó, és például valaki most vagy bika, vagy mérlegjegyű, hanem a Vénusz felbukkanhat a születésnapszámban is. És rettentő fontos, ha például a születésnapszámban felbukkan a Vénusznak a mondani valója, mert akkor azért már az ember átlátja, hogy a munkához való hozzáállása, magában a sikerhez való hozzáállása és a párkapcsolathoz való hozzáállása mennyire kompatibilis. Például egy olyan jegyű valakivel, vagy egy olyan születésnapszámú valakivel, akinek ugye hát nem véletlenül például, hogyha ugyanolyan születésnapszámmal bír az egyén, akkor arról már ugye el lehet gondolkodni, és akkor már mutatja a képlet, hogy egy életre is tud szólni a kapcsolat. Tehát itt felerősödnek bizonyos hatások. Tehát miután azért két Vénusz behatású embernél hasonlót von szinten, nem véletlenül jönnek össze ilyen találkozások, azért két vénuszi embernél ritkán függ, vagyis ritkán fordul elő olyan, hogy olyan nagyon nagy csatákba esnek bele, hanem tulajdonképpen az van, hogy vagy közösen értenek együtt, és nagyon hasonlóak tudnak lenni, mert mind a kettőnél ugyanazok a dolgok fontosak, és miután itt kevés csatáról és kevés háborúról beszélünk, akkor inkább arról van szó, hogy milyen módon élik meg ezt az egészet. Tehát egy bika is máshogy éli meg a Vénusz hatását, de viszont egy bak is máshogy éli meg. Ha például egy 6-ai születésű bakról beszélünk, akkor az visszafogja az érzelmeit, de ugyanakkor, amennyire nem tudja kimutatni az érzelmeit, de mégiscsak nagyon fontos nála a harmónia. Tehát elsődleges. Folytatom, megígérem még, de nagyon szépen megkérném a kedves kollégákat, hogy akkor önök is vegyenek részt a műsorban, mert nagyon sok kérdést tud felvetülni, remélem, és a 269-0386-os telefonszámon várok minden kedves érdeklődőt, aki 15-én, 24-én, 6-án született, de akár lehet más napokon is. Tehát bárki itt van a vonalban, annak nagyon örülni fogok, és lehet telefonálni. Közben azért én általában még mindig mondom a magamét, és hát lényeg, mert ugye egy kicsit még ugye a mérlegeknél és a Vénusznál maradva, azért ha az évet vesszük figyelembe, és mint szolár évet vesszük figyelembe, mindenkinél más. Itt a legelső kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Én is üdvözlöm, drága Zsuzsikám. Egy hete beszéltünk, és tetszett mondani, hogy akkor hívjam fel önt. Igen, mert nem volt annyi idő. Az unokám feleségének a születési dátuma. Úgyhogy mondanám is akkor. Kérném szépen. Sárának hívják. 1997. december 29. Igen. Akkor az unokám Tomika. 1997. szeptember 22. Jaj, de fiatal mérleg, atya úristen. Hát tud az a fiatal ember egyáltalán haragudni valakire, mert nem nagyon hinném. Tehát nem, ezen... egy imádni való. Imádom. Hát tudja, mi a baj? Nem. Hogy mind a két embernél, tehát
Egy 1997-es sorsnál, mert ugye ezt úgy szoktuk nevezni, ugye miután valameddig megy az életük, valameddig tart a sors együtt az út. Tehát nem hinném, hogy teljesen végleg leélik együtt az életüket, de viszont engedje meg nekem, hogy hagyd tegyek én fel egy kérdést, tehát nem tudom, hogy miért, de a Sára kit vesztett el? Nem tudok róla, hát mondjuk az esküvön egyedül csak én voltam nagymama, már se nagymama, senki, nem tudom, kit vesztett el. Van neki egy ilyen beteg testvére, aki miért mondtam, hogy ilyen képzelődései vannak ennek a gyereknek, és képzelt. Hogy az én unokám például olyat mondott, hogy éjjel bemegy a szobába, és pöttyöket rajzol rá, hát ezért aggódok, mert ott laknak a szülői házba, és ez a gyerek ilyen, nem is tudom, minek nevezzem. Ő az első percük kezdve nem szereti az unokámat. Amikor ott aludt is, meg udvarult a Sárának, ő fogta magát, aztán ment a munkahelyére aludni. Egy ilyen, nem tudom, szülők el akarják vinni orvoshoz, tudják, hogy valami gond van vele, de hát ugye azért egy 30 év körüli embert nem úgy, hogy kézen fogok, aztán elviszem az orvoshoz. Na most ez már egy teljesen más téma, az, hogy halucinál, vagy éppenséggel... Igen. Mint a régi népies nyelven megszállta valami gonosz. Igen, de igen, igen. Ennek ellenére, tehát azért most maradjunk a párkapcsolatnál, maradjunk, mert akkor igen, igen, igen. Három műsoridőse lenne. Kérem szépen, ez a párkapcsolat megy egy darabig, és utána szétválnak az útjaik. Lehet, hogy ez lesz ez a veszteség valamilyen szinten, az unoka menyének, ha szabad igen. így nevezni, de annak ellenére én mégiscsak úgy látom, hogy itt a kedves hölgy fog, tehát a menyecske fog lépni, tehát a Sára fogja meglépni azt, hogy ebből a kapcsolatból valamilyen módon erősebb lépést tesz, tehát egy eléggé hirtelenebb, tehát ő fogja megtenni azt a lépést, amiből egyszerűen szétmegy vége ez a kapcsolat, lesz, és vége lesz ennek a kapcsolatnak. Nem látom véglegesnek ezt a házasságot. Én se, és azért szeretném megkérdezni, hogy mit tetszik látni a továbbiakban az unokámnál, a Tomikánál. Kérem szépen, miután egy nagyon gyenge mérlegről beszélünk, és tele van széppel, tele van bájjal, kellemmel, kifinomultsággal, és mellette még nagyon jó képű is. Igen, mert ugye a jegynek a minősége ezt mutatja. Igen, az, most nem vagyok elfogott, de valóban az. Jó, egy nagymama mindig elfogult ez a dolga, de ennek ellenére tessék nekem elhinni, hogy egy eléggé harmonikus és eléggé jó időszakot él most át, csak viszont túl érzékeny hozzá, érti? Ez az esküvő, ez nagyon korai, tehát nagyon, nagyon nemrég köttetett, és valahogy én úgy látom, hogy rövid volt az idő, tehát mennyi időt jártak együtt ők? Hát az egyetemen ismerkedtek meg, hát nem tudom, 4 éves az egyetem már Győrben, mert most diplomáztak mind a ketten. Úgyhogy... Nézze, én akkor is rövidnek találom, és nem a 4 év véget, és nem az 5 év véget, hanem az lehet, hogy az egyetemen megismerjük a párunkat, megismerkedünk egymással, de mikor egy határozott, tehát az is egy más állapot, és az is egy teljesen más állapot, amikor már eljutunk odáig, hogy lépjünk is a kapcsolatunkért valamit, akkor mind a kettőnek teljesen más a felelősségérzete. És elkezd ez a kapcsolat egy kicsit teljesen más vágányra menni, aztán, hogy most ebből tolatás lesz, vagy előrehaladás, ez egy dolog, de én azt mondom önnek, időt nem tudok mondani, de az biztos, engedje meg nekem, hogy annyit mondjak, hogy az én rálátásom szerint egy ideig megy a dolog, nem véletlenül történt, sorszerű a találkozás, de ennek ellenére én nem látom stabilnak ezt a házasságot. Na igen, nem mást is hagyok bekerülni. Még egy kérdés, hogy lesz-e gyerek, mert azért örülnék, ha nem lenne, hogyha úgyis szétmennek, és akkor a továbbiakban az unokám meg fogja találni a neki valót.
Nézze, én úgy gondolom, hogy talán, de az is nagyon nagy, olyan nagyon vigyázva merem kimondani, hogy reméljük, hogy nem. De egy gyerek valószínűséget láthatnám. Aztán most ez egy bővebb bevizsgálás kell hozzá, mert nem szeretek pontatlan lenni. Jó? Tehát jó. Azért ez egy megint más dolog. Szeptember, tehát én nem hinném. Tehát azért egy december 29-i születésnapnál egy gyereknek a lehetőségét látom, de az is majd, tehát én még azért várnék vele. Igen. Jó? Jó, nagyon maradjunk szépen köszönöm. Ennyiben. További szép napot tud az kívánok, élet kitalálni mindent, minden jót kívánok. Hát türelmet kérünk. Ennyi az egész, más nem lehet kitalálni. Haladjunk tovább, és amíg a következő kedves hívó bejön a műsorba, azért nagyon érdekes dolog ez, ha belegondolunk, hogy az ember a sorsokba belelát. Mit is lehet látni? Például egy ilyen szinasztriánál. És természetesen, hogyha önök megtisztelnek azzal, hogy betelefonálnak ebbe a műsorba, mert hát a műsor interaktív, akkor még érdekesebb, mert megosszák nem csak velem, hanem itt mindenkivel azokat a gondokat, amelyek ugye mindenkit foglalkoztatnak. És ezek a családi problémák, ezek az úgymond párkapcsolati problémák, vagy bármi, ami az életben történik velünk, ez mind-mind összefügg mindennel. És a másik pedig megint csak az, hogy például ahhoz, hogy egy kapcsolatban, ha már a Vénuszról van szó, mert még mindig a Vénuszról van szó, ugye két ember képletében vénuszi módon élik meg a kapcsolatot, akkor nagyon nagy boldogságnak lehetnek a birtokában, de ugyanakkor van egy olyan aspektusa is ennek, hogy ha olyan valakivel kerülnek össze, akinél a Vénusz esetleg gyenge minőségben áll, akkor az illető egyszerűen kimond valamit, de mégsem úgy történik. Tehát nagyon sok összetevője van ennek, amit egy születési képletből úgy, ahogy de rá lehet látni. És hát hozzátenném még azt is, hogy azért a mérleg havában születettek, azért annak ellenére, hogy egy nagyon művésziek és nagyon kellemes emberek tudnak lenni, miután minden bolygónak megvan a harmonikus, diszharmonikus hatása, hát pontosan arról van szó, hogy el kell gondolkodnunk azon is, hogy amikor diszharmóniáról beszélünk, mit is jelent ez? Általában a Vénusz bolygót a tarot kártyának, tehát lényegében, ha arról beszélünk, hogy mihez is társítunk. A hatos számhoz társítjuk, és a tarotnak a szeretők lapjához társítjuk ezt az egészet. Na most miről is szól ez az egész? Miután minden mindennel mindig elmondom, hogy összefügg, pontosan arról van szó, hogy a döntéshozatal. Hogyan is döntsek például, ha az életben olyan döntést kell hoznom, amikor nagyon gyorsan és konkrétan kell választani, el fogom mondani, mire akarok itt majd kitérni. Első a telefonáló, ön van a vonalban. Jó estét kívánok, Zsuzsa! Üdvözlöm, miben segíthetek? Én Marika vagyok, de nem velem kapcsolatosan is jó volna, de én inkább a fiammal kapcsolatosan szeretnék érdeklődni. Igen. Mondom a nevét, Csaba, 1967, 11. hó, 25-én született. Igen, és mi a probléma? És van nekem egy olyan gondom vele, hogy egy régebbi kapcsolatából nem tud kilábalni, vagy nem tudja túltenni magát, vagy nem tudom elképzelni, mert bár ez nem egy-két év, több éve, hogy külön vannak, élettársi viszonyban volt a hölgyel, és egyszerűen nem értem, nem tud tőled megszabadulni, hogy attól mi függ, lehet hogy ennek hogy, az oka. Bocsánat, oké, értem, de attól függ, hogy ki a hölgy, és mikor született. Már mondom is. Igen.
Katának hívják, vagyis Katalin. Igen. Vagy Katalin. Értettem. Igen. 1969, második hó, 8-án született. Na, köszönöm, hogy megmerek esküdni, hogy feltetszett írni. Ez nagyon jó, mert ilyenkor legalább pontos. Csak nehezen, mert egy kicsit ideges is vagyok, mert velem kapcsolatosan is jó lett volna, mert megígértem Zsuzsának, hogy én fogom hívni az egészségemmel kapcsolatosan. Hát az egészségével kapcsolatban az a doktor orvosoké. Nem, de mi megbeszéltük, hogy visszahívom önt. Jó. Kérem szépen, ebből a kapcsolatból soha nem lesz semmi. Higgye el nekem. De annak ellenére egy severet-senékület kapcsolat. Na most ez a kedves hölgy, aki ugye a fiának az előző kapcsolata, hát egy február 8-ai születésnapszámmal. Na most itt az az érdekessége az egésznek, tudja, hogy én véleményt ugye senkiről nem mondhatok, és nem is alkothatok véleményt, mert ugye látok egy képletet, ahhoz társul egy név, társul egy valaki, ez valakinek a születési képlete. Nyilván mások is születtek ebben az időszakban. De ennek ellenére, tehát én nem minősíthetek, mert nem attól vagyunk éppenséggel rosszak vagy jók, mert egy jegyben bizonyos napon születtünk, hanem teljesen mástól. Azért ott más energiahordozók is vannak. Na de viszont, ebből a kapcsolatból egy sevélet-senékület kapcsolatról van szó. A hölgy az egyáltalán nem tudta kimutatni a szeretét ennek az unoká, vagy fiának. Bocsánat. Igen, de? Amúgy már neki van kapcsolata. Ők szétmentek, de neki lett egy kapcsolata, olyan kapcsolata, akivel már együtt is él. Csak itt nagy problémák vannak, mert a fiam, hát elég, anyagilag eléggé durván le van amortizálódva. Na most... Nagyon befolyásolja. Nézze, az, hogy jelenleg mennyire befolyásolt, az egy dolog. Na de egy Neptunusz állásával és egy korai nyilas, aki november 25-én született, azért egy 3 nap eltéréssel, elnézést kérek, tehát eléggé meggondolatlan és eléggé a pénzhez eléggé lazán áll. Tehát nagyon-nagyon hirtelen dolgok fordultak itt elő, eléggé heves veszekedések, eléggé beködölések, nem tudom, hogy az italnak itt mi köze volt az egészhez, de én valahogy úgy érzem, hogy itt teljesen más irányba ment el a dolog, mint amiről szó, amit ön gondol. És elnézést kérek érte? Tehát teljesen más irányba ment el a dolog. Na most egy ilyen hölgynél, akinek az életében jó, hogy egy ilyen sevelet-senékület kapcsolatról volt szó, de most momentán valameddig marad a hölgy a jelenlegi kapcsolatában. De tudja, mit mondok magának? Így, ahogy jobban egy kicsit belenézek. Igen, van egy kapcsolat, és jóval fiatalabb partnere van, megsugom, de vele él együtt. Engedje meg, hogy azt mondjam önnek, hogy a fia még így is vissza fogja fogadni. Úristen, ne! Nagyon nehezen engedi el. Na most itt tulajdonképpen nem szakadt meg a kapcsolat, tehát annak ellenére, hogy a hölgy váltott, mégsem szakadt meg teljesen, és mind amit úgy baltával elvágnak, tehát egyáltalán nem szakadt meg a kapcsolat. Sajnálom, de ez a sevelet-senékület kapcsolat, ez a legrosszabb egy pár kapcsolatban. Na most, ha én nekem a kedves fiának kellene tanácsot adnom, akkor erre azt mondanám, hogy nézze, 75%, amit az ember így a születési képletből lát, és vajon ez a 25% szabad akarat, ami mindent felülír még halál után is, az ilyenkor hol van? Higgye el nekem, hogy egy sevelet-senékület kapcsolat, de ennek ellenére
Nagyon nehezen, ehhez nagyon nagy energia kell, hogy ebből a kapcsolatból teljesen kijöjjön. Igen? Hát igen. Ez egy pár éve, mert sajnos így van. Én azt mondom önnek, hogy... Tehát nem egy-két éve van így már, hogy na nincs... Hát jó viszonyban vannak, baráti viszonyban, ennyi. Na látja, baráti ez viszony. A probléma. Ez a probléma, mert éppen ezért nem tud egy másik útra térni. Ugye? Van, amikor jó, de van, amikor káros. És itt a vége. Hát szinte káros, anyagilag káros. Hát nem csak anyagilag káros, hanem érzelmileg is. Maradjunk annyi, hogy érzelmileg is most káros. Igen, 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 igen. Elnézést kérek. Ennyi volt mára, és maradjunk annyiba, hogy erről még lehet még fokozni, és még lehetne beszélni, de el kell, hogy köszönjek öntől, és még folytathatnám, mert nagyon sok a mondani való, de ennyi volt mára. Hát remélem, hogy folytatni fogjuk, és a jövő héten akkor tényleg még, aki esetleg most kimaradt a műsorból, az be tud lépni a műsorba, és meg fogjuk beszélni, hogy a következő időszakban milyen témáról is lesz szó. Hát kérem szépen, érdekes, mert ugye mindig az emberi kapcsolatokról beszélünk, és meg fogjuk beszélni, ide fel is jegyeztem én magamnak, hogy el ne felejtsem, hogy miért fontos megvizsgálni, hogy milyen területünk tudunk sikeresek lenni, és pontosan azért, hogy amihez a legjobban értünk, amivel a legjobban tudunk működni, és amivel a legsikeresebbek vagyunk. Hát hogyan is találjuk meg azt az állást, azt a párkapcsolatot, vagy éppenséggel, ha már munkáról van szó, nem párkapcsolatról, bocsánat, akkor mit érdemes lépni azért, hogy az ember a benne fellévő, felrejlő energiákat hasznosan tudja áramoltatni. De ez a munkával kapcsolatos most. Tehát milyen területen tudunk sikeresek lenni? Minden jót kívánok, köszönöm, hogy velem voltak, nézzék meg az ismétléseket is, és köszönöm szépen. Jövő héten találkozunk.